Szeretettel köszöntöm a 9.pont TV nézőit, beszélgető társam ezúttal dr. Kis Imre László ügyvéd, akihez eddig is fordulhattak a kerületiek jogi tanácsadásért keddenként előre egyeztetett időpontban, de most a vészhelyzetre való tekintettel továbbra is fordulhatnak, csak ugye inkább telefonon vagy az internet segítségével. Mik a legjellemzőbb kérdések, problémakörök, amivel önt megkeresik? Érdekes módon még azok a kérdések, amelyek a mindennapos életnek a problémáit vetik föl. Itt akár a társasházi ügyek kérdésköre, a végrehajtásokkal kapcsolatosan ez a banki ügyeknek a kérdése, mert nem tudják, hogy most felfüggesztésre kerül-e, kapnak-e mentességet a vészhelyzettel kapcsolatosan. De a nyugdíjjal kapcsolatosan az idősek kerestek meg, csak a mai jelentkezők között is említhetjük például a házassági gondó ügyekben, hogy mi a teendő, felszólított a bíróság már a feleket, hogy nyilatkozzanak, de tudják, hogy tárgyalás nincs, mert bírósági rendkívüli szerep van, de hogy hogyan tegyenek eleget a hiánypótlási felhívásnak és egyéb ilyen kérdéseknek. Szóval garmadával van, és egyre jobban szükség van, de ugye az akadályok tényezők azok fennállnak, hogy nem tud személyesen találkozni, nem láthatom úgy az okiratot, hogy azt áttekinthessem, de a fiatalok azok lefényképezik, online elküldik, és akkor tudunk konzultálni. Ma is már az első felén túl vagyok, 8-10 ügyfél már ma is bejelentkezett, de még várom a további hívásukat, mert változatlanul keddenként zajlik ez, most már az irodán keresztül, az interneten keresztül, de nagy az érdeklődés, talán még sokkal inkább. És most már látom, hogy a munkaügyjel kapcsolatosan, a munkajogi jogviszonyokkal kapcsolatosan keresnek elég gyakran. Említette, hogy akkor folyamatosan égnek önnél a vonalak, és ugye mondjuk a fiatalabb generáció az már ugye lefotózza, vagy így online az internet segítségével is tudnak erről kommunikálni, de mégis mi a folyamata annak, hogyha valaki bejelentkezik önhöz, segítséget kér, akkor hogyan zajlik ez a jogi segítségnyújtás? Igen, megadták az önkormányzatnak, nagyon rugalmasan és gyorsan a polgármester asszony felmérte a lehetőséget és a szükséges tendőket, és abban maradtunk, hogy hasonlóképpen az újságban, a honlapon és a Facebookon megvan az elérhetősége ennek a jogi tanácsadásnak. Felhívják a megadott telefonszámon egy ügyfeles kollégát, aki rögzíti a nevét, telefonszámát, e-mail címét, elérhetőségét, megbeszéljük az időpontot. Én igyekszem tartani magamat ahhoz a megadott időponthoz, hogy például 13 órakor egy házassági büntetővel kapcsolatosan keres valaki, és abban az időben felhívom őt, és akkor ha telefonon tudunk, akkor telefonon egyeztetünk. Ha szükséges, kérem, akkor küldjék meg az okiratot lefényképezve vagy e-mail útján, és akkor egy későbbi időpontban visszatérünk erre. Tehát a lényeg az, hogy én visszahívom őket, és utána elkezdődik a kapcsolat, illetve a megoldás, a tanácsadás az ügyekre vonatkozóan. Tehát nagyon rugalmasak, nagyon aranyosak az idősek, például jegyzetelnek, fölírják pontosan az időpontokat, és szépen leírják, felolvassák, és én ebből levonom a következtetés, és a megfelelő tanácsadással ellátom. Hát gyakorlatilag így működik. Ugye rengeteg embert érint a vészhelyzet, ugye az új koronavírus járványnak a hatásai között szerepel az, hogy rengeteg ember veszíti el a munkáját most. Mi a munkáltató jogszerű hozzáállása a munkavállalóhoz ezekben az esetekben? Hát igen, ez egy speciális helyzet. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a jogi lehetőségek megvannak, de ez mind a munkáltatónak és mind a munkavállalónak is egy új kihívás, egy új probléma megoldás. Valóban itt kopogtat a sok munkanélküliség, a munkának az elvesztése, és erre megoldást kell találni. Most azok a lehetőségek vannak,
hogy az az alapelv, amely a munkatörvénykönyvben szerepel, hogy együttműködési kötelezettség áll fenn mind a munkáltatónak és mind a munkavállalónak, ez most hatványozottan fontos lenne, mert együtt kell működni. Figyelembe kell venni a munkáltatónak azt a körülményt, a saját személyes problémák, a család, a gyermekek, a kiskorú gyermekeknek a gondozása, odafigyelése, tanulása, de figyelembe kell venni a munkáltatónak is az érdekét, akinek hát biztosítania kell, hogy tehát ezért vannak ezek a lehetőségek, és az első jogszabály, amely megjelent ezzel kapcsolatban, hogy kihirdetik a vészhelyzetet vagy veszélyhelyzetet, hogy ez a 102, pontosabban a 47 per 2020. március 11-én lévő kormányrendelet, azért foglalkozott ezekkel a munkaügyi kérdésekkel, és hát egyből megmondta a kollektív jogoknak a használatát, tehát ami a kollektív szerződésben volt, vagy az üzemi tanácsban azok a plusz munkavállalók, azok egyik pillanatra a másikra megszűntek. Tehát az otthoni végzés, a home office, ahol lehetséges, azt előtérbe helyezik, az állásidőt, és hát várjuk azt, hogy a kormány lépjen a következő hetekben, hogy egy teljesen átlátható és szinte az alapbérnek megfelelő juttatásba részesíti a munkavállalókat, hogyha nem tudják a munkavégzést venni. És hát ezek sok-sok kérdést vetnek föl. Egyelőre ez még megoldás alatt van, illetve gondolkodik. Itt a helyi viszonyokat tekintve a polgármester asszony próbálta ezeket bekapcsolni, segíteni az időseket és azokat a felszabaduló munkaerőket, mint óvodából, pedagógusokat befogni azokban a munkákban és segítséget adni, hogy élelem osztásban és egyéb más feladatban, hogy megkapják a munkabért. Egyszerre két megoldást, megtartva a munka viszonyukat is, más feladatra összpont és az időseknek az ellátása. Most kötelezően előírtak, hogy ezt az önkormányzat felelősséget, kötelezettsége. Tehát igyekszik mindenki a legjobb belátása szerint és az erői kapacitását figyelembe véve ezt elrendelni vagy segíteni. A munkavállaló megteheti-e most jogszerűen azt, hogy nem megy be dolgozni azért, mert óvni akarja az egészségét, de erre amúgy részben ön válaszolt, hogy a home office-nak a lehetősége ugye megnyílik, és de ennek a pontos kidolgozása az még a elkövetkezendő hetekben fog megvalósulni. Ténylegesen érheti valami hátrány a munkavállalót, hogyha ezt megteszi? Hát itt megint hangsúlyozni szeretném az együttműködési kötelezettségét. Tehát van, ahol nem tudnak otthoni munkát végezni, tehát be kell menni a munkahelyére, munkavégzés céljából, tehát nem teheti meg. Azt viszont megteheti, hogy tájékoztatja a munkáltatóját, hogy neki milyen speciális, akár gyerekgondozás, idősgondozás, vagy bármilyen más feladat van, amelyet el kell látnia. És a munkáltatójának ezeket figyelembe kell, hogy vegye. Tehát azért mondtam, hogy felerősödik az az alapelv, amely az együttműködésre orientál, és meg kell oldania mind a munkáltatónak, mint a munkavállalónak. De az az önkényes munkamegoldás, hogy nem megy be, ez nem ható. Tehát együttműködnie kell, tájékoztatnia kell erről a munkáltatóját, akár írásban is, és közösen ki kell alakítani, akár szerződésmódosítással, hogy kevesebb óra számban, más munkavégzés helye, tehát ilyen alapvető feltételeket meg tudnak változtatni, ha van együttműködés. És én úgy látom, hogy alapvetően van, hát ezért biztató a jövőre nézve, hogy mindenki arra törekszik, hogy a munka ne álljon le, a megélhetés ne kerüljön veszélybe, hanem együtt túljuk ki az ország szekerét a bajból. Igen, említette már korábban az állásidőt, mit jelent ez egész pontosan, és ez idő alatt milyen bért köteles a munkáltató fizetni? Tehát, hogy mondjuk akadályoztatás esetén mikor köteles az alapbért megfizetni a munkáltató? Hát ezt mindenféleképp egyeztetni kell. Ez az állásbér az arra vonatkozik, hogy leáll a termelés, nem dolgozik, nem végez munkavégzést, de viszont jogosult arra, hogy a bérnek valamilyen részét megkapja. Most vizsgálni kell, hogy ez minek az oka. Tehát egy beszállító miatt késedelembe esik, és nem tud teljesíteni a munkát, és nem tudja a munkavégzést biztosítani. Tehát több összetevője van
kilátási időnek a kérdésének. Ez arra vonatkozik, amikor nem dolgozik valaki, de viszont arra kieső időszakra kap bért vagy díjat, attól függ, hogy milyen jogviszonyban van. Tehát ez arra vonatkozik. Ezeket szerintem ki fogják pontosan alakítani az elkövetkezendő időszakban, mert gyakorlati kérdések lesznek. A munkajog szerint mi a helyzet a szabadságokkal? Mikor lehet valakit kényszer szabadságra küldeni? 7 napról rendelkezik a munkavállalás, és az összes többit a munkáltató dönti el. Így ő egyoldalúan kényszer szabadságra küldheti a munkavállalót a rongási idő alatt? Hát a munkatörvénykönyv valóban elég szigorú szabályokhoz köti ezt a bejelentkezést. 15 nappal előtte is csak 7 nappal rendelkezik a munkavállaló, tehát amíg megvan ez a lehetősége, élhet. Ha most nagyon mereven betartjuk ezeket a szabályokat, akkor azokat a szabadságokat, amelyek a törvény által biztosítottak, azok nyilván fennállnak. A jogorvoslati lehetőség az vajmi kevés, mert a bíróságok gyakorlatilag nem működnek, tehát nincsenek tárgyalások. Mindent elektronikusan. Nem is nagyon tudja érvényesíteni. Nyilván rövid a határidő, hogyha ezzel kapcsolatosan valami sérelem éri, jogellenesség, és úgy véli, akkor 30 nap áll rendelkezésre, amikor ez bekövetkezik, hogy készhez kapja ezt az intézkedését, hogy fizetés nélküli szabadságra, kényszer szabadságra megy, akkor erre van lehetősége, hogy, na most az is színesíti a dolgot, 2020. március 31-ével megszűntek a munkaügyi és közigazgatási bíróságok, és április 1-től holnaptól új bírósági formában fognak majd a munkaügyi perek zajlani, a törvényszékekhez kerülnek át. Tehát be kell adni ezeket a kérelmeket is, hogy majd hogyan bírálják el. Az, hogy tárgyaláson kívül fogják majd papírból kérik, hogy írják le, a munkáltató leírja szintén az ellenkérelmét, és akkor a bíróság valahogy dönt. Tehát ezek, hogyha a bíróságra kerülnek, akkor eléggé problémásak. Én azt gondolom, hogy itt is a közös megegyezés, a megbeszélés, az együttműködés lesz a legfontosabb és a leghangsúlyosabb ebben a kérdésben. Tehát mondjuk ez a bírósági út, hogyha azonnali elbocsátásról van szó például, akkor nem egy feltétlenül jól járható út, főleg nem ebben az időszakban, de hogyha mégis valakit elbocsájtanak, akkor mi az, amit megtehet rögtön abban a pillanatban, vagy mi az, amit tegyen, vagy kihez forduljon? Tehát amikor készhez kapja ezt az értesítést, mert ezt valamilyen formában, írásban meg kell, hogy kapja. Vagy átveszi a munkáltatójától közvetlenül, vagy postán megkapja ezt ajánlatlevélen keresztül. Akkor, ahogy említettem, 30 nap áll rendelkezésére, hogy ezt bírósághoz jogorvoslatként, mint jogellenes magatartásként beresítse. Tehát ahogy ezt megkapta, a www.bíróság.hu holnapra fölmegy, és hogy kikeresi az illető azt a nyomtatványt, ami a munkaügyi perekre vonatkozó, beadandó keresetindításra vonatkozik. Ezt kitölti, és benyújtja akár ügyfélkapun, hogyha valaki rendelkezik, de valaki nem rendelkezik, akkor az ügyfél fogad áll. A bíróságon van egy erre elkülönített doboz, amiben ezt be lehet helyezni, és akkor iktatják. A lényeg az, hogy határidőt ne védsen, tehát 30 nap áll rendelkezésre, és ezt követően a bíróság hiánypótoltatja, illetve felszólítja a munkáltatót, az alperest, mikor fel lesz ebből, hogy nyilatkozzon erre, és érelmi ellenkérelmét tegye meg. És mikor ezek így összefésülnek, bekerül a bíróságra, akkor majd, hát nem tudom, most egyelőre a bírósági szünet tart, tehát tárgyalás kitűzése nem kerül sor, lehet, hogy írásban tudják, illetve elektronikus úton lebonyolítani, még ezt nem tudjuk, tehát ez a jövő zenéje. De hát szükséges, de hát, hogy bekerüljön, ez mindenféleképpen célszerű, hogy a bíróságnak tudomása legyen. Igen, ez lett volna még a kérdésem, hogy bármilyen jogi kérdésben hol tudnak még tájékozódni azon kívül, hogy önhöz fordulnak, vagy mit tegyenek első esetben, mik azok a felületek, ahol még ezekben a kérdésekben tájékozódni lehet? Igen, hát szűkösek valóban ezek a lehetőségek. Egyrészt az ügyvédi kamaránál is van lehetőség erre, a bíróságoknál is van erre szakosan. Dolgozzák ki ennek a rendszerét és mechanizmusát, mert nyilván az igazságszolgáltatás nem állhat le, sőt,
talán még fokozottabb és érzékenyebbek is az állampolgárok ezekre a kérdésekre, és idegesek, türelmetlenek, és egy pici jobb bizonytalanság kihat a személyiségükre is. De azt gondolom, hogy ezt fogják kialakítani, de minden, mivel ez egy speciális helyzet, időkérdése, de szerintem meg lesz erre a lehetőség. Ezért is nagyszerű, hogy ezt észlelte a polgármester asszony, és szükségesnek tartja, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy valóban szükség van, és nagyon sokan megkerestek az óvodából idősek, tehát sorolhatnám, hogy merre forduljanak. Kicsit a felület valóban kevés, tehát ez most tényleg egy kis csepp a tengerbe, de sokat jelent. Igen, de akkor nagyon nagy szükség van most erre is. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon informatív beszélgetést. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy pontosan hol lehet önhöz fordulni. Hogyha jól tudom, akkor a 0630-826-2804-es telefonszámon lehet ugye bejelentkezni, és előre egyeztetett időpont alapján telefonon. Ugye kint van ez a szám az önkormányzatnak a honlapján is, és a Facebook oldalán is, és megtehetik akár így online is, Skype-on, vagy más felületen is önnel ezt a beszélgetést. Így van, szerkesztő asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nézőinknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra.